Ilkó Péter táplálkozási tanácsadót köszöntjük a konyhában, szervusz, szép napot a mai napon is, aki egy hideg levessel készült ezen az igencsak melegnek ígérkező napon, hiszen még nem jött meg az a nagy hideg front, amit ígértek, hála Istennek. Mi lesz a mai menünk? Gyakorlatilag itt most arra vállalkozunk, hogy a hagyományos és nyáron közkedvelt gyümölcslevest, azt egy kicsit mondjuk zöldségekkel fogjuk megbolondítani. Tehát én hoztam céklát, és gyakorlatilag eper és céklának a keverékéből, a turmixából fogjuk előállítani ezt a levest. Ez egy hidegen elkészíthető leves? Abszolút, és semmit nem kell hozzá főzni, semmit cukor nem kell hozzá. A céklát sem? Nem, abszolút nyersen megdaráljuk az eperrel együtt, és én cukor helyett hoztam inkább egy pici banánt, mert az természetes fruktóz, és gyakorlatilag ebből fogjuk édesíteni, ha az eper esetleg nem elég édes. Na most ott láttam, ez ugye díszítéshez is hoztál különböző finomságokat, meg ugye ez őrölt szezámmag? Igen, az őrölt szezámmagot azt szintén így díszítésnek hoztam, de ezt így bele lehet szórni a levesbe, egyébként nagyon finom. Lesz, igen. Még hoztam egy kis kókuszolajat is, mert ez nekem egy ilyen összetett kedvencem, és gyakorlatilag sejmesebbé teszi az állagát a levesnek, illetőleg friss mentát fogunk beledarálni, attól lesz egy ilyen kiemelkedően kellemes íze, és ezek pedig szárított zöldségek, amiből szárított cékla, gyakorlatilag ez mindentől mentes, tehát ez csak egyszerűen füstön van szárítva, ami nem szívódik bele, tehát nincs füst íze, és szerintem minden nyári levesthez lehet... Szedem le az eperről. Jó, oké, boncold, légy szó. Figyelj, Péter, csak azt mondd meg nekem, hogy mindez bottúr még szel fogod összeállítani? De miért? Szerintem az a lényeg, hogy nagyon hamar meg legyen, friss legyen, a családot be tudod vonni, gyerekek tudják pucolni. Nem, azért csak elképzeltem, hogy ugye a cékla azért arról híres, hogy kemény. Ezt nagyon-nagyon minire fog összemenni. Tehát annyira, hogy nem is fogod észlelni. Ez egy bot turmix, vagy egy turmixszal megoldható. Mitől leves egyébként ez a leves? Mennyiben más ez, mint egy zöldségital? Hát. Így a nyers konyhában, mert mondjuk ez nyers ételnek számít, ez gyakorlatilag egyébként levesnek az állaga miatt, meg mondjuk a tálalás, hogy tányérba, és én direkt úgy kezdtem, hogy mondtam, hogy így nyáron ez nagyon divatos, mert szoktak, ugye még azt hiszem, hogy gyümölcslevesbe raknak fagyit is, nem? Vagy valami ilyesmi. Azt gondoltam, hogy a banánt meg lehet egy kicsit hűteni, fagyasztani, és akkor úgy rakod bele, akkor ugye egyből van egy ilyen... Á, nem élek vele. Figyeljünk rá. Akkor azt a fagyit, ezt kiváltjuk egy ilyen banánnal például, vagy banán gombócot csinálsz, szóval egyszerűen bármit egy hűtő jégkockába előtte belenyomkodod, és úgy rakod bele, szóval végtelen fagyazja. Meg ugye elkészült, akkor gondolom bele tenni a jégre. Hát igen, de hogyha gyorsan akarod, mert épp csak össze akarsz a gyerekekkel dobni valamit mondjuk hétvégén, vagy akármi, jó, tehát akkor gyakorlatilag itt pikpak van egy nagyon-nagyon finom étel. No, és hogyha nyilvánvalóan ezek az alapanyagok felcserélhetők, tehát hogyha egy másik nap egy másik fajta gyümölcs vagy zöldséglevesre vágyunk, akkor nyilván ez más összetevőkkel is összehozható, gondolom. Persze, hát itt a nyár, tehát most egymás után jönnek a gyümölcsök, egymás után jönnek ki a földből a zöldségek, tehát szerintem itt csak a fantázia a határ, vagy a nem határ, gyakorlatilag abban, hogy mit kombinálsz össze. Tehát ez egy érdekes dolog, hamar végére lehet jutni a különböző ízkísérleteknek, és szerintem tényleg így a család végig tudja kóstolni. Nekem azért a nagy kedvenceim, mert én láttam, hogy a lányok általában a kislányok a színeket válogatják, a fiúk pedig nagyon gyakorlatilag pucolnak, meg nem tudom én mi. Kuktáskodnak. Igen, kuktáskodnak, és akkor ők jobban szeretik, mert általában az a számnak a vége, hogyha ők is részt vettek benne, akkor szerintem sokkal inkább meg szeretnék kóstolni, és jobb ízűen eszik. Ezt a kombinációt, íz kombinációt te találtad ki? Mondjuk például tegnap. Igen, és akkor az úgy menő. De hogy igen, mire az ember rájön arra, hogy a céklát azt az eperrel kell összekeverni, mert az nagyon jó lesz. Hát, megpróbáltad málnával például, vagy most jön a szeder, tehát egy csomó minden van szerintem, amit így lehet. Nem régóta ismerlek, néhány perce személyesen, de egy picit beszélgetünk itt. De olyan, mintha ezer éve volt. De olyan, mintha évmilliók óta. De az kiderült, hogy azért a természetesség híve vagy a természetes dolgoknak a híve, legalábbis abban a néhány percben beszélgettünk, hogy ugye az nem mindegy, hogy hol szerezzük be, gondolom, az alapanyagokat, mert te is mondtad, hogy ezek nem tartalmaznak semmit, gondolom az a jó, hogyha igyekszünk bio vagy minél inkább mondjuk vegyszermentes zöldségeket, gyümölcsöket összeválogatni, hogyha erre van mód. Hát abszolút, nekem ez a, hogy mondjam, az élet filozófiám, hogy próbáljunk meg visszamenni a természethez, és minél tisztább forrásból mondjuk fogalmazunk így, ne bio, öko, meg nem tudom mit csináljunk, mert ez a nagymamáink korában még azért nem volt így, és beszerezzük ezeket az anyagokat, és lehetőleg mindenfajta
permetszertől mentes legyen, tehát minél tisztább legyen az a termék, amit vagy az előállítása során se kerüljön bele semmi. És én gyakorlatilag mindig olyan ételeket próbálok készíteni, vagy mutatni, ami nagyon kevés idő alatt, és közösen elkészíthető a családban is mondjuk, tehát hogy tényleg 3-4 eszköz kell hozzá, tehát ne kelljen egy ilyen őrült. Nagyon helyesen a családban, hát köszönjük a tippet, akkor visszatérünk ám majd, hogyha elkészült. Köszönjük szépen.